NB3-as labdarúgó mérkőzésekkel sor a középcsoportban a Szekszárdi UFC és a Gyulai Termál FC csapatai között. A mérkőzés játékvezetője Antal Péter sporttárs, segítői Szvetnyi Bence és Mohos Mátyás Tamás sporttárs. A vendégezőtes összeállítása a következő. 23-assal a kapuban Harman József Ákos, 2-essel Bogdán Eli, 4-essel Kerekes István, 17-essel Ferenci Máté, 11-essel Zámbor Dániel, 22-essel a csapatkapitán Sipos Krisztián, 9-essel Már Gergely, 7-essel Lókos István, 13-essel Polszó, Gyuerejó Joao, 10-essel Bálu Pián, 19-essel Irán. Kerejátékosok. 35-essel Krönács Rihárd Kapus, 12-essel Szabó Csaba, 20-essel Gyurai Dávid, 6-essel Kornos László, 14-essel Szápó Mihály Sándor. A vendégegyüttes vezetőedzője Őze Tibor András. Míg a hazai együttes összeállítása a következő. A kapuban 27-essel a csapatkapitán kapus Pokorni Péter, 7-essel Wagner Attila, 8-assal Panduk József, 9-essel Fejes Péter, 10-essel Juhász Máté, 12-essel Kész Tibor, 14-essel Léko Roland, 16-assal Budai Dávid, 18-assal Márko Meri, 23-assal Dalos Máté, 81-essel Puskás Gábor. Cserejátékosok. 78-assal Horváth Bálint kapus, 3-assal Rácz Ferdinánd, 4-essel Kovács Dávid, 5-essel Károly Viktor, 6-assal Rákai Gábor, 11-essel Hegedűs Márk, 20-assal Márkvár Patrik. A hazai együttes vezetőedzője Varga Balázs. És kérem a hazai együttes megszerzi a vezetést, gólszerző
a 16-os számú Budai Dávid! A mérkőzés véget ért, melyet a hazai együttes 1-0 arányban a 16-os számú Budai Dávid góljával megnyert. Gratulálunk, szép volt, fiúk!